Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Május 6-a van Ivette névnapja, ma van Gyurgyevdán. 1840-ben Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Most pedig érkezzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Az ukrán hatóságok tovább mentik az azovsztali acélműben rekedt civileket. Ma van Gyurgyevdán. Böcsök Erzsébet vajdasági magyar íróról beszélgettek a VM4K-ban. Nemzetközi vitorlás versenyt tartanak Palicson. Az ukrán hatóságok tovább mentik az azovsztali acélműben rekedt civileket, miközben tovább folynak a harcok az oroszok és az ukránok között. 72 napja nincs fegyvernyugvás Ukrajnában. Az ukrán erők újra megkísérlik a mariupoli azovsztál acélműben rekedtek evakuálását, jelentette be a kijevi elnöki hivatal vezetője, részleteket azonban nem árult el. Azt azonban elmondta, hogy csütörtökön 500 civilt menekítettek ki Mariupolból. Az azovsztali acélmű alatt húzódó 7-szintes föld alatti alagútrendszerben a várost védő fegyveresek mellett még mindig vannak civilek, beszámolók szerint nagyon rossz körülmények között, őket igyekeznek kimenteni napok óta. Az oroszok fegyvernyugvást ígértek, hogy az ukránok kimenekíthessék a civileket, de drónfelvételek bizonyossága szerint mindezek ellenére az orosz erők tovább támadták az acélművet. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, az oroszok igyekeznek megsemmisíteni az ukrán népet, az ukránok azonban kitartanak. És сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя за допомоги Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди на шляху до безпечної території. Вже більше 150 людей з Азовсталі і ще більше 300 людей із самого Маріуполя і околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують всю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Közben a nemzetközi közösség is igyekszik segíteni Ukrajnának, csütörtökön adományozó konferenciát szerveztek Varsóban, ahol segélyt gyűjtöttek az ország és a menekültek számára. Szerbia 3 millió euró értékben ajánlott fel támogatást az ukrán menekülteknek. A segélyt főként azoknak a gyerekeknek és családoknak szánják, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat, közölte Ana Brnabić miniszterelnök. The people of Serbia sympathize with the people of Ukraine in their desire to return to normal life in which future generations will live without the fear of war. Magyarország eddig 670 ezer ukrajnai menekültet fogadott be, hangsúlyozta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter az adományozó konferencián, ahol 5 elemből álló összesen 14 milliárd forint értékű támogatási csomagot ajánlott fel az ukrajnaiak számára. A csomagban egyebek mellett diákok ösztöndíjazása, egy lerombolt iskola és kórház újjáépítése, valamint gyerekek orvosi ellátása kapott helyet. We understand the growing number of internally displaced persons who escaped from the war and arrived to the western part of Ukraine to survive, basically. We are ready to provide them with mobile homes. Az oroszok megállás nélkül támadják főként Ukrajna keleti részét. A hivatalos adatok szerint Ukrajnában a harcok kezdete óta 2682 alkalommal rendeltek el légriadót, és az orosz csapatok eddig több mint 2000 rakétát lőttek ki az országra. Az orosz sajtó szerint több magasrangú politikus is Mariupolba látogatott, hogy bizonyítsa, a város már orosz kézen van. Ezekről a látogatásokról azonban nem közöltek felvételeket. Az ukrán elnök egyik tanácsadója arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg súlyos fegyverhiánnyal küzd, ezért nem sokára képtelen lesz ellenoffenzívát indítani. Más hírek szerint pedig folyamatosan érkeznek a külföldi fegyverszállítmányok Ukrajnába, az amerikaiak pedig segítik az ukrán katonák kiképzését. Vissza kell hozni a világpiacra az ukrán, az orosz és a fehér orosz mezőgazdasági termékeket és műtrágyákat, tekintet nélkül az Ukrajnában zajló konfliktusra, jelentette ki António Guterres ENSZ főtitkár. A Világszervezet Biztonsági Tanácsa az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban ülésezett, amikor Guterres hangsúlyozta, veszélybe került a globális termelésbiztonság, amire az említett termékek újbóli forgalmazása lehetne a megoldás. Guterres egyben reményét fejezte ki, hogy a
további egyeztetése Kijevvel és Moszkvával újabb humanitárius tűzszünetekhez vezetnek majd, lehetőséget nyújtva a civileknek a menekülésre, illetve arra, hogy a humanitárius segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ma van Gyurgyevden, az a Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik. Az ikonokon Szent Györgyöt általában lóháton ábrázolják, amint éppen megöl egy sárkányt. Számos család védőszentje a szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás. Úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Ilyenkor gyógynövényekből koszorút fonnak, amit aztán folyóvízbe dobnak. A hiedelem szerint a koszorú, mint egyfajta szimbólum, egészséget, szeretetet és gazdag termést hoz a családnak. Gyurgyevden az állattenyésztők ünnepe is, emiatt a régi szokásokat a hegyvidéken élők őrizték meg legtovább. A Szerbia számára fontos kérdésekről tart sajtótájékoztatót 18 órakor Alekszandar Vučić, a szerb elnök a napokban Olaf Scholz német kancellárral, valamint Annalena Baerbock német külügyminiszterrel és Christine Lambert védelmi miniszterrel találkozott, és a témák között szerepelt az európai perspektíva, az ukrajnai válság és Koszovó is. Vučić elmondta, a megbeszélések nem voltak egyszerűek, de elégedett a német kormány nagy érdeklődésével a Szerbiával folytatott tárgyalások iránt. A szerb elnök hozzátette, Belgrád és Pristina között május 13-án folytatódnak a tárgyalások Brüsszelben. A sajtótájékoztatót a Pannon Televízió közügyek műsorában is végigkísérhetik. Orbán Viktor május 20-a és 30-a között tervezi bemutatni új, jelentősen átalakított szerkezetű kormánya tagjait. A miniszterelnök ezt a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában közölte, jelezve nagyon sok és mérvadó változás következik, mint ahogy a világban is sok és mérvadó változás történt. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kereszténydemokrata nemzeti kormányok úgy jönnek létre, hogy megpróbálják megérteni a következő 4 év kihívását. A migráns nyomás elleni védekezést erősítenünk kell, jelentette ki hozzátéve, a pandémia még nem ment el, és a világ nincs felkészülve egy ilyen járványra, ahogyan a háború is jelen van. Olyan kormányt kell alakítani, ami ezekkel szemben képes megvédeni Magyarországot, mondta Orbán Viktor. Több száz ukrajnai menekült kap szállást és ellátást a magyar kormány által fenntartott kárpátaljai magyar intézményekben, amelyek etnikai, nyelvi és vallási hovatartozástól függetlenül fogadják a belső ukrajnai bajba jutottakat, közölte Potápi Árpád János. A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a háború kitörése óta a magyar állam mind az elszállásolás, mind a rezsiköltségeit, kiadásait is biztosítja. Jelenleg mintegy 800 belső ukrajnai menekültnek segítenek. Magyarország célja, hogy a segélyszállítmányok mellett ezzel az indirekt támogatással is hozzájáruljanak ukrajnai lakosainak megsegítéséhez. Potápi kijelentette, Ukrajnában békének kell lennie. Magyarország érdeke pedig, hogy Ukrajna egy szuverén, kiegyensúlyozott demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyar kisebbség is biztonságban és nyugalomban él. Lehet szülőföldjén. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Bácska kulturális örökségeinek és erőforrásainak újrahasznosításáról szóló konferenciát tartottak Szabadkán. Holnap gyakran lesz erősen felhős az ég. A híradót követően pedig ma is közügyek. A stúdióban Kozma Zoltán számít a nézők figyelmére. Szia Zoli, milyen témákkal készültetek? Szia Mónika, köszöntöm a nézőket. Nos, mint ahogyan már te is mondtad, átvesszük a szerb elnök sajtótájékoztatóját. A bejelentések szerint fontos dolgokról fog beszélni Alekszandar Vučić, így például szól az esetleges szankciókról, a külföldi nyomásgyakorlásról, Koszovóról, az EU-s integrációról, de a fizetésekről és a nyugdíjakról is. De egyéb témáink is lesznek, elmondjuk, mi az a csepp folyósított földgáz, és ma van Szent György napja, ezzel is foglalkozunk, valamint exkluzív interjút is hallhatnak Ákossal, aki hamarosan Vajdaságban koncertezik.
tartsanak velünk, 18 órakor kezdünk. Köszönjük szépen! Börcsök Erzsébet vajdasági magyar író halálának 51. évfordulója alkalmából, életéről, pályájáról és műveiről beszélgettek a VM4K csütörtök esték elnevezésű rendezvény sorozatának folytatásában. Az est vendége Börcsök Erzsébet lánya Jódal Rózsa, Szirmai Károly irodalmi és magyar életfadíjjal kitüntetett író. A moderátor pedig Lovas Ildikó, József Attila és Híd irodalmi díjjal és Pro Urbe díjjal kitüntetett író volt. Börcsök Erzsébet a Temes vármegyéhez tartozó Csenén született 1904. november 9-én. Tanári oklevelét az Újvidéki Egyetem magyar-német szakán szerezte. Versecen élt és tanított 1965-ig, nyugdíjaztatásáig. Novelláira Szenteleki Kornél figyelt fel, és a Kalandja című folyóiratban közölte azokat az 1930-as évek elején. A szerb-magyar együttélés hétköznapjait ábrázoló első regényével, a Végtelen fallal sikert aratott. Börcsök Erzsébet munkásságáról lánya, Jódal Rózsa író beszélt. Bánát írója. Mindenki ezt emeli ki, hogy habár ő rengeteget írt egész vajdaságról, és a korabeli szerb-horvát-szlovén királyság területéről, és ő bejárt Colnád Baranyát, nagyon sokat írt, de az igazi fészke, vajdaság és bánát, annak szorosabban a bánáti része. Úgyhogy Bori Imre is emlékeiben arról ír, hogy amit tudunk bánát mély életéről, azt a Börcsök Erzsébet írásaiból tudjuk meg ma is. Jódal Rózsa hozzátette, édesanyja az asszonyok mély lélektanát tanulmányozta. A második világháborús évek hallgatásra kényszerítették. 1945 után újra társadalmi témájú elbeszélésekkel és regényekkel jelentkezett. Alkotói munkásságának csúcsa Eszter című regénye, melyben sok életrajzi elemmel a vajdasági társadalomról rajzolt képet. Ezt a könyvet később szerbre is lefordították. Lovas Ildikó, az irodalmi találkozó moderátora szerint Börcsök Erzsébet sokáig méltatlanul a háttérbe szorult. Azt gondolom, hogy Börcsök Erzsébet méltatlanul elhallgatott fontos írója a vajdasági magyar irodalomnak. Igaza volt neki is, meg Szentelekinek is, meg igaza volt mindenkinek, aki azt várta, hogy majd megteremtődik a vajdasági magyar regény, és ő azt gondolta, hogy ő fogja azt megteremteni. Nagyon fiatalon ez szerintem meg is tette. Aztán jó, lehúzták, vagy nem értékelték előképpen. Lovas Ildikó szerint Börcsök Erzsébet született tehetség volt. Egymás után jöttek a szavak, a gondolatok, már 30 évesen olyan dolgokról írt, amik ma is aktuálisak. 8 könyve jelent meg. Börcsök Erzsébet írt színműveket és úti rajzot is. Az írónő Újvidéken hunyt el 1971. május 9-én. Bacska kulturális örökségeinek és erőforrásainak újrahasznosításáról szóló konferenciát tartottak Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A projekt célja, hogy a népi hagyományos ökológiai tudást bemutassák, valamint közkincsét tegyék a fenntartható fejlődést szolgáló erőforrásokat és a megújulás lehetőségeit. Simon András, a Szegedi Tudományegyetem néprajzi és kulturális antropológiai tanszékének tanszékvezető docense a tájházakról, mint ökológiai közvetítőkről tartott előadást. 1995 óta járunk a Muravidékre, a szlovéniai magyarság körébe, és ott különböző gyűjtemények, tájházak, néprajzi helytörténeti gyűjtemények létrehozásában közreműködtünk, és ezeknek a helyszíneknek a kiállításaiban, a programokban, amelyeket ott rendeznek, szintén a hagyományos tudásnak, ökológiai tudásnak nagy-nagy szerepe van, gyümölcsfajta gyűjtemények, a régi aratási szokásoknak, műveleteknek, munkafolyamatoknak a felidézése. Farkas Judit, a Pécsi Tudományegyetem néprajz kulturális antropológiai tanszékdocense az ökofalvakkal és az ott élő emberek természethez való viszonyulásával foglalkozik. Szerinte a fiatalok egyre nyitottabban állnak a témához.
az idősebb generáció sokszor azt mondja, hogy jó, hát nekem már mindegy, mert én kifelé megyek, de a fiatalok meg befelé mennek, és nagyon gyakran hallom azt, hogy hát amit a felmenőink elrontottak, azt annak a visszahatását mi kapjuk meg, rossz visszahatását. Tehát nekik tényleg a bőrükre megy, hogy hogyan lehet ezeket a folyamatokat visszafordítani, hogyan lehet ezt a világot megtartani úgy, hogy ők is még lássanak állatokat, növényeket, friss levegőt tudjanak szívni. Raffai Judit, a magyar tannyelvű tanítóképző kar docense elmondta, elődeink tapasztalatai és a megőrzött vidéki örökségek olyan lehetőségeket nyújtanak, melyek a jelenkori világot sújtó válságidőszakban is alkalmazhatók. A népi kultúrában lévő tudást, azt a hagyományos ökológiai tudást próbálja bemutatni, ami ma is nagyon jól használható, és ami sok szempontból segítheti azt, hogy kicsit fenntarthatóbban tudjunk élni. Úgyhogy igazából, ahogy a címe is ennek a pályázatnak mondja, ennek a tudásnak az újrahasznosításáról van, szóval nem az újrahasznosított dolgokról, hanem ennek a tudásnak az újrahasznosításáról. A találkozón számos külföldi és vajdasági szakember tartott előadást magyar és szerb nyelven is. Az esemény az Európai Unió támogatásával valósult meg. Emlős határozót készítettek telefonra. Újabb ingyenesen letölthető okostelefonos határozó alkalmazást készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület. A madárhatározó és a kétéltő és hüllőhatározó mellett ez a harmadik olyan könnyen kezelhető alkalmazás, ami a természetjárókat segíti. A határozó azoknak készült, akik természetjáróként egy állandóan kéznél lévő határozó segítség még egyszerűbben szeretnék megtudni, milyen emlős állatot láttak. Az alkalmazásban a határozás mellett lexikon és játék is van. 85 emlős fajról tartalmaz információkat, és körülbelül 25 lábnyomot mutat be. Az alkalmazás letöltéséhez nem kell más tennie, mint a Google Play áruházban a keresőmezőbe beírni azt, hogy emlős határozó, majd a telepítésre kattintani. Holnap gyakran lesz erősen felhős az ég, előfordulhat eső, zápor, zivatar, csak zivatarok környezetében erősödik meg a szél. Akár 26 fokot is mérhetünk. Vasárnap délelőtt még a borongós égből szorványosan számíthatunk kisebb esőre, záporra. Délután aztán vékonyodik a felhőzet, kisüt a nap. 22 fok körüli értékeket mérhetünk. Novák Djokovic elődöntős a madridi salakpályás tenisztornán. A világ első teniszező ismét megszokott formáját hozta, így 6-3-6-4-re könnyedén győzte le a lengyel Hubert Hurkacot. Négy országból mintegy 70 résztvevő nevezett be idén a palicsi nemzetközi vitorlás versenyre. A megmérettetésen 8 és 15 év közötti gyerekek vesznek részt. A háromnapos versenyt 15. alkalommal rendezték meg Palicson. A szeles idő is kedvezett a nemzetközi vitorlás versenynek. A résztvevők szerint ez a sikeres verseny egyik fő feltétele. A 10 éves magyar kanizsai Cseszkó Dávid már 2 éve vitorlázik. A palicsi vitorlásklub tagjaként eddig csak kisebb versenyeken vett részt. Ez az első ilyen versenyem, ami ilyen nemzetközi. És mit jelent számodra, hogy részt vehetsz? Hát nagyon... Nagyon büszke vagyok. Izgulsz? Igen, izgulok egy kicsit. A 8-tól 15 éves korosztály számára szervezett 15. palicsi nemzetközi versenyre idén mintegy 70 versenyző érkezett Észak-Macedóniából, Szlovákiából, Szerbiából és Montenegróból. Ezúttal magyarországi klubok nem neveztek be az ott zajló versenyek miatt. Önállóan vitorlázni 7-8 éves kortól lehet, és ez is a legideálisabb, amikor gyerekkorban sajátítja el a gyerek a vitorlázás alapjait. Persze specifikus sportról van szó, ami technikát is, taktikát is igényel, valamint jó fizikai erőnlétet is igényel, és sok kihívás van a vízen, amikor a gyerek önmaga kell, hogy meghozza a döntéseket. A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság már évek óta támogatja ezt a nemzetközi vitorlás versenyt.
A fokus rada pokrajinskog sekretarijata je usmereno ka sportu dece i omladine, tako da je sasvim razumljivo da ovu regatu shvatamo kao manifestaciju od izuzetnog značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Ez a nemzetközi verseny Szabadkának és Palicsnak is jó hírét viszi, mondta Ercsi Hargita, a Városi Tanács idegenforgalommal megbízott tagja. Szabadka városnak és ugye magának Palicsnak is nagyon fontosak ezek az események, a sport elsősorban, másodszorban pedig az esemény turizmuson keresztül magának a helynek a népszerűsítése nagyon fontos. A versenyző gyerekeknek érdekes kísérőprogramokkal kedveskednek a szervezők, hogy még szebb élményekkel térhessenek haza. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Az ukrán hatóságok tovább mentik az azovsztali acélműben rekedt civileket. Ma van Gyurgyevdán. Böcsök Erzsébet vajdasági magyar íróról beszélgettek a VM4K-ban. Nemzetközi vitorlás versenyt tartanak Palicson. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Maradjanak velünk, most következik a közügyek. Szép estét kívánunk, ha viszontlátásra!